Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Ez a szokásos csütörtök délutáni egészség webinár. Gecskes Norbert vagyok, a Rain International tudományos szaktanácsadója. Ugye ez egy gyakorlatilag fél órát felülelő kis prezentáció, valamiféle egészségügyi témát feldolgozva, bizonyos dolgokat, aktualitásokat próbálok azért. Ez minden héten van. 2:30-3 délután. Ahogy most már látja mindenki az én gépemet is, tehát természetesen egy prezentáció, tehát képeket is mutatok, illetve diákat is vetitek. A címből ugye mire lehet következtetni? Hát gyakorlatilag, hogy egy néhány klinikai tapasztalatról szeretnék én beszámolni. Ezt rögtön el fogom mondani, hogy milyen feltételek mellett készül. Ezek az én saját klinikai tapasztalataim, de megfelelő módon azért próbáltam objektivizálni a hagyományos orvoslás eszközeivel is, meg természetesen az én saját diagnosztikus eszköztárammal is ezeket. Szóval akkor vágjunk is bele fél órába. Minden cingje után, hogy az első dia, az, aki már több előadást hallott tőlem, az már tudja, hogy egy közlemény következik, egész egyszerűen azért, mert az egészségügyi állításokkal kapcsolatban, ugye ez mind az élelmiszerek, mind az érzékelőszerek tekintetében, az Európai Unió új irányelveket, szigorú irányelveket fogalmazott meg, rendeleteket hozott, és hogy természetesen ennek eleget tegyünk, azért ezt a két mondatot nem csak hogy megmutatom, vagy elesen olvasni, hanem el is olvasom. Felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy a Rain International termékeinek előállításának és forgalmazásának, továbbá a jelen előadásnak nem célja a betegség diagnosztizálása, az a kapcsolatos diagnózis meghatározása, bármely betegség kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Az előadás csak és kizárólag a Rain termékekben megtartó összetevőkkel és hatóanyagokkal kapcsolatban információs jelleggel és személyes felhasználás céljából kerül bemutatásra. Igen, hát a szóról lesz szó most. Az elmúlt szombaton egy nagyon nagy érdeklődésre számottevő ugye, előadás sorozatot tartottam a Rain International Csöcsök központjában, ugye most minden hónapban csinálnak hagyományosan megelőzésre kerülő Rain egészségszombat alkalmával, és ott már picit részletesebben ugye a korról is beszéltem, sőt, ott ugye Amerikában a Rain forgalomba hozott egy harmadik készítményt. Itt most erről nem lesz szó, meg a korról sem, itt csak konkrétan a szól klinikai hatásairól, illetve az én praxisomban a klinikai tapasztalatokról. De ezt csak azért mondom, hogy a jövőben mindenképpen természetesen itt az egészség webinár alkalmával is ezeket mind részletesen el fogom mondani, és hát természetesen a szóhoz hasonlóan valamiféle egészségügyi körbe, vagy valamiféle betegségű csoporttal kapcsolatban, vagy minden ajánlással hatóanyagokat részletesen végezés után készítenek is fogok beszélni. Ez kicsit most a jövő. De most akkor nézzük a szólnak a szól alkalmazásával a klinikai tapasztalatokat. Most a helyzet az, ugye szólról beszélünk, ezt természetesen átveszünk itt azért a hatóanyagokat, hát ha vannak és nagyon remélem vannak új hallgatóink is, illetve nézőink. Tehát a fő hatóanyagai szólnak, az a fekete köménymag, fekete málnamag, sárgarépa szőlőmag, és itt pedig ez a D-riboz nevű őcinadonos cukor, ami nem cukorként működik a szervezetben. Szóval ez a négy fő hatóanyag, rengeteg olyan tudományos cikket lehet olvasni, ahol magával a fő hatóanyagokkal, tehát konkrétan a fekete köménymaggal, a fekete málnamaggal, a chardonnay szőlőmaggal végezték a vizsgálatokat. Ezeket nagyon sok esetben le is közlik, és ezeket a közleményeket a különböző
nagyon híres és hát minden kritériumnak megfelelő orvosi folyóiratokban hozzá lehet férni és el lehet olvasni. Ugye itt szoktam megemlíteni PubMed adatbázisában, ezek mind megtalálhatók. PubMed az, ha valaki nem tudná, az egy internetes orvosi könyvtár. Nagyon sok ilyen közlemény kerül fel. Ha bizonyos kritériumrendszerek megfelelő vizsgálat történik, és az alapján az leközik, akkor az mind bekerül a adatbázisba. Szerzőre lehet keresni hatóanyagra, hatóanyagra, vagy angolul kell megadni, és ezek alapján akkor így hozzá lehet férni. Tehát akkor fekete külményünk, ugye csak a szép képeket megmutatom. Most, hogy is mondjam, rendhagyó módon most nem beszélek a külön a hatóanyagoknak a klinikai vizsgálatra igazolt hatásáról. Jó? Mert pontosan, szándékosan azt szeretném, hogy most egy olyan, tehát magával, a szollal történt az én személyes ugye, klinikai tapasztalatom. Ugye volt már korábban nem olyan régen szó arról, hogy nagyon friss vizsgálatok vannak, amit egy független amerikai intézet végzett, ugyanígy ilyen klinikai vizsgálatok, laboratóriumi körülmények között, ott is rendkívül jó eredmények lettek, de most az én saját klinikai tapasztalataimról szeretnék beszélni, konkrét betegségekkel, illetve konkrét, mondjuk ilyen tünetcsoportokkal kapcsolatban. Tehát itt a fekete sarani szőrőmag, mint szép képek, itt van ugye a déli bóz, itt van egy kis jelenzés az elején, ez a déli bóz, ez a sajátságos működése van. Mert egész egyszerűen a sejtek energiaközpontját, az úgynevezett mitokondriumok energiaközpontjának, a mitokondriumoknak a működéséhez szükséges. Tehát ez egy viszonylag fontos szerep van. Különlegesen egyébként az izomsejtekben szövetben nagy mennyiségben megtalálható, és az izom működéskor, tehát mozgunk van, vagy a mozgáskorunk, az izom működés megterhelő, szükséges, akkor a déli bóz mennyisége ugye az bizony, hát röviden belül tud csökkenni. Ez az egyik oka, hogy valaki elfárad. Egyik oka, de egy jelentős oka. Ez a fáradás, kifáradásnak. Na, akkor kezdjünk is bele. A helyzet az, hogy... Jaj, nem így akartam. Nem tudom, kicsit ilyenkor megőrülök. Jó, tehát... kezdődik, ugye látható itt ugye a diabetes mellitus, ez egy cukorbetegség, és hát a nagy, mondjuk ilyen beteg populációkat érintő betegségekre kapcsolatban is azért elég számos klinikai tapasztalatom van. De még mielőtt elkezdem, azért elmondom, hogy hogy próbáltam azért objektivizálni ezt a dolgot. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a beteg egy szubjektív megítélése alapján nagyon fontos, hogy például itt a reflexióra mondjuk az egy nagyon fontos mérőszám, hanem egész egyszerűen ahol lehetett laborvizsgálatot, tehát sima hagyományos laborvizsgálatok, ugye a szórszedése előtt és akkor a szórszedése alatt, történtek a kontrollok, nyilván a páciens visszajelzéséből, és ha mondjuk olyan egyéb vizsgálatokat érintő, azt mondjuk, hogy például a magas vérnyomásban ugye van ez a Holter vizsgálat, amikor felpakolják a karjára egy speciális ilyen vérnyomásmérőt, ami 24 órán keresztül ugye a megszokott tevékenységének, életmódszerének fogja mutatni ugye a vérnyomás változásokat, mert lehet állítani, hogy gyakorlatilag 5 percenként is akár, de hát az mondjuk az adnak életminőséget, amit az önnek betegyek befolyásolni. De szóval egy rendszeres időközönként mérje a vérnyomást, és akkor ez alapján. Ennek van egy olyan változata, amikor nem csak vérnyomás mérő, hanem a mellkassa ilyen elektródákat tesznek, és az EKG-t is regisztrál. Tehát azt jelenti, hogy EKG-t és pulzus jönnek a lényeg. Szóval, ahol lehetett műszeressel is, de a laborvizsgálatok mindig gondolod, hogy ahol lehetett nyilván, hiperkoleszterolemia, a magas koleszterin szint, ez is a laborvizsgálattal úgymond igazolt. A gyulladás szintén, nyilván itt a
a szubjektív panaszok is, tehát fájdalom csökkenés, és a többi. Most sajnosan nem is a laborvizsgálat. Jó, hát a diabetes mellitus nem is, ott ugye a páciensek visszajelzése, illetve a szájon keresztül adott cukorokat, tehát a gyógyszerek gyógyszerek, illetve az inzulin, ez a NDDM, az a nem inzulin independent diabetes mellitus, annak inzulin independent diabetes mellitus jelent. Cukorbetegségről beszélünk. És még egy nagyon fontos kritérium, illetve hát része volt a történetnek, a rejtésző, amit lehetett laborvizsgálat, vagy egyéb hagyományos eszközös vizsgálatokkal igazolni lehet. A másik, hogy ha valaki elkezd ezt inni a szólt, akkor gyakorlatilag a meglévő terápiáján semmi változtatás nem történt. Ugyanúgy szedte ugyanúgy adta az inzulint, ugyanannyit adott, ugyanannyi gyógyszert szedett, a cukorbetegség elleni gyógyszerei közül a magas vérnyomás, a szedett gyógyszert a magas koleszterin szint, a gyulladásra ugyanidő helyzet, tehát gyakorlatilag fontos abszolút de akinek bármiféle gyulladása volt, ha szedett, azt mondta, a szedet, és amellé, ha nem szedett, akkor nem szedett. Vasjános anémia. Ugyanígy, mondjuk ott a vasjános anémia annyi különbség, hogy ott nem szedett a szintetikus vaskészítőket, nem szívódott fel. Tehát, hogy gyakorlatilag nem szedett semmit a páncén, csak megbeszélt, akkor a szóló. Ugye a szóló kívül nem szedett semmit, már ügyetettem. És akkor egy bizonyos idő múlva, laborban, stb. És beszállnak az állapotát, és akkor ezt nevedik, beszéljük. Na hát ugye a cukorbetegségnél a helyzet az, hogy ugye a páciensek ugye jelentős része, odáítottunk el, ugye adagolást is azért mondok, jó, tehát itt minimum napi két tasak volt, mind a nem inzulindependens, mind az inzulindependens diabetes mellitusnál. Jó, általában igen ez a kettő, aki kettő tasak szokott végigmúlni, tehát a következő a helyzet, hogy a nem inzulin, tehát a tablettás betegségnél ott egy idő után az volt megfigyelhető, hogy a tabletták, ha mondjuk háromféle tablettát, vagy kétféle tablettát azért ez a cukorbetegségnél, meg a magas vérnyomásnál viszonylag gyakori, hogy úgy tudják csak beállítani, mint a vércukorszintet is stabilizálni, mint a vérnyomást, hogy a többféle gyógyszer, ha többféle hatalmi tartalmú gyógyszert kap a páciens, de akár kettő, három, de akár négyféle gyógyszert is jelent, akár magas vérnyomásnak. Szóval a cukorbetegségnél az ugye a kettes típusú államokon tablettás cukorbeteg, akkor a helyzet az, hogy ugye egyrészt elhagyhatta a tablettái jelentős részét, jó? Tehát ez ne sűsít meg előre, minden esetre, és azzal is egyensúlyban van a vércukorszintje, amire még nagyon fontos, tehát amire még nagyon bocsánat, amit még nagyon pozitív és nagyon jó a szervezet szemem, hogy ezt a vércukorszint ingadozást harmonizálja a szólszedése. Tehát a szólszedése kapcsán a vércukorszint harmonizálást láttunk, illetve a nagy kiugrások mind alul, mind felül, azok gyakorlatilag megszűntek. Tehát ez nagyon fontos hatás, mert ez a nagy ingadozás terheli meg a legjobban az érrendszert a cukorbetegségnek. Nyilván a folyamatosan meglévő magas vércukorszint is tönkreteszi, de nagyon sok esetben akár nem ez áll fent, hanem valami másfajta elváltozás. Mindenképpen nagyon fontos, hogy ilyen hatása van. Ilyen vércukorszint harmonizáló hatása van. Az inzulindependensnél pedig ott az inzulinnak kapcsán lehet tudni, van ilyen páciens, nincs nem is egyen is kettő, hogy sajnos, hogy az inzulin igényt csökkentette. Tehát az inzulin igény csökkenése látszott a szokszerése kapcsán. De hangsúlyozom, még egyszer nem volt semmilyen egyéb terápia. Ugyanúgy szeret mindent, ugyanúgy adatom minden magának a páciens, csak szól elkezdte fogyasztani.
rá. Jó, a hipertonia magas, ugyanezt tudom mondani, stabilizálja, és vannak olyanok, hogy akár két, akár három gyógyszer szedése kapcsán is, és ez mindenkor segít a szót. Ugye ez az esetek egy részében nem azt jelenti, hogy minden gyógyszert el lehet dobni, ez nagyon fontos, nem szabad. Jó? Csak is orvos utasításra szabad gyógyszert abba hagyni, mert ez a következő képen szokott olyan egyébként, mondjuk magas vérnyomás, de a páciensen szesen veri a vérnyomás. Ugye hát a szórszedése kapcsán elkezdett egy alacsony vérnyomás állapotba, és hát ez gyakorlatilag a típusos példája, ugye, annak, mert akkor mert többféle gyógyszer szedett, és akkor fogalmasan lehet csökkenteni a gyógyszerén, ugye, de úgy, hogyha ugye írtam mindig, ahogy írta a vérnyomását, több páciens is, ugye, én ezt mindig javaslom, tessék akkor, amikor elkezdeszed a sor, és akkor nem az, hogy egy nap többféle időpontból, mert azt mondjuk nem biztos, hogy mindenki meg tudja tenni, hanem mondjuk több nap, és akkor mindig különböző időpontból mérnek a vérnyomás edzőnek, és vérnyomás naplót készít. És ugye a saját orvosa mondta, hogy ugye hát ez lejjemet ez a vérnyomás, úgyhogy az olyan nagyon emberül. Ugyanígy volt a diabetes mellitus minus. Jó? Tehát nem tudom, hogy akkor ezt nem mondjam, és teljesen nem mondjam. Arra most beszél, hogy ugye, hát a gyulladás esetében ott ugye többféle dolgot javasol az orvos, nem is nagyon kell visszamenni. És nagyon mennek vissza, és akkor így ez arra is kifejezetten gyakorlatos. Vas János anémia nevű laborra igazolt, vas, szélvas növekedés idő múlva, és hát végül is a tüneteknek a eltűnése. És akkor van egy nagyon érdekes dolog, ez a depresszió, a központi idegrendszeri problémák, ilyen kifejezetten is érdekelnek már, hogy így a szólt, bizonyos esetben nyugodtan lehet ajánlani. Mert ugye átmegy a vérhajtáton a hatónak, és többek között a hatónak a nagy mértékű növényeknek a három tartalma. Tehát a depresszió kapcsán is antidepresszáns tüneteket ugye ezt leírtak a hatóanyagairól, de most a szólhatóanyag igen igazából, tehát most abszolút pozitív visszajelzés nyert ki dolog, mert antidepresszáns hatást jól számolt be. És ugye nagyon fontos, hogy mindez gyakorlatilag ugyanúgy a hatásokon a gyógyszereknek, csak az gyógyszer nincs leléphatás. Ez egy lényeges dolog. Na, hát ugye itt van egy-két jellemző betegség, konkrétan ugye, ami most abszolút ilyen nagyon... Mit csinálok? Mindjárt összeállják. Szóval, például az allergiát, az ugye dübörög, ugye erről tartottam most, ez volt az előadásnak egy része, az allergia immunrendszer állapota, meg az összefüggésben van, az allergiás tünetek megjelenése az immunrendszernek egyfajta működése. És hát ugye pollen allergia, dübörög, óriási koncentráció, pollen koncentráció az ország levegőjében. Úgyhogy hát ennek kapcsán is most abszolút lehetett volna egyéb, vagy mondjam, milyen vizsgált eredményeket, vagy vélemény tapasztalatokat gyűjteni, de ez már korábban is megtörtént, hogy bármiféle allergiás problémán a szónak a szedése, az abszolút értelmet nyer, mert hát csökkenti a tapasztalatokat, csökkenti az allergia tüneteit. Itt is kipróbáltak először az antihisztaminnal együtt, de aztán kiszorítva időről, hogy lássuk, hogy milyen hatása van, akkor ilyesen tárgyalatok csak a szólt szedve. Migrén, ez egy érdekes, viszonylag speciális, nem is, akinek volt migrén, már tudja, hogy a komoly migrénes rohamnál csak fekszünk sötét, egy fekszünk egy ágyba, sötétbe is hang kiméret van. Na most van egy speciális adagolási javaslat, hogy amit ezt kell adagolni. Azt mondja, hogy mindig kezdésekor, amikor ugye általában a
érződik a kérdések érződik, amikor fel kell írni, akkor, akkor két tasok szólt érdemes megírni. Szorongások panaszoknál ugyanez, jó? De mondjuk a migrén itt a lényeg, a szorongások panaszoknál pánikrohamnál van egy gyorsított tanulás, és akkor a szorongások panaszok és ja, igen, hogy akkor a minden első megjelenés, akkor két tasak, utána egy óra múlva, hanem két tasak, és most még egyszer lehet, vagy még egyszer lehet, most nincs semmit tenni, ha nem múlik. Jó, tehát a pánik van, akkor a stroke, ugye ezt szerintem sok embernek van olyan tapasztalat, vagy olyan ember, aki tapasztalat ilyen, nagyon minden módon lehet a stroke-tól lábadozni, a szólszegése kapcsán. Hogy bármiféle ilyen agyi értörténésben abszolút helye van a szövő alkalmazásán. Na szóval, testcsökkenés, ugye ez több dolgot is felül el. Például, ugye hát egy hagyományos testcsökkenés, ugye azért nagyon jó, mert energiát ad és szinte nincs benne kalória. Tehát ez mindenképpen egy pozitív, pozitív helyzet. Ugye itt látni, igen, tehát a sportolók kapcsán, ez lehet, hogy Laci, de ő meg a következő sorban kap helyet, ahol általában elmondottak. Szóval ez egy üveg, tehát a testsúly csökkenés kapcsán, mind civil esetekben, mind sportolóknál, ugye volt szerencsém a judósokat például az egész felnőtt válogatottat, hogy mit most egy kicsit mérni, hát kicsit valakinek, 16 évesek, és ugye ez egy olyan sportág, amivel fogyasztani kell, tehát testsúly tápornak, mert megszabva, és nagyon jó lehet tapolni a szóltéte kapcsolatban is. Jó, tehát a testsúlycsökkenésre is, sőt az ilyen fogyasztásos sportok nem kifejezetten jó hatás, ha megkönnyít gyakorlatilag az életet. Jó, és hát a következő akkor ugye Cseh Aci, sportoló visszajelzések, mert a Bobos Kémi és a többi azért van egy-két sportoló, aki egész egyszerűen önszán távoljál hozzám, ugyan. És hát nekik is az első néhány tasak után ez a fáradékonyság, nincs ez a fáradékonyság, és sokkal jobban terhelhetőek, jó? Tehát a sportolók azok így szokták meghatározni, hogy jobban terhelhetőek, nincs fáradékonyság. Jó, úgyhogy nagyon, hát ugye azt tudjuk, hogy Csáci nincs a rákos eredmény, érte el Kazanban megérkezett, most ugye állam Kazanban megérkezett, úgyhogy vízilabda világbajnokságon, és hát annyira nagyon büszkék vagyunk is rá, hogy ilyen csodálatos teljesítmény nyel, mégis érte el ezt a szuper eredmény. De a lényeg az, hogy ő is fogyasztja a szót. Most a sportolóknál ugye azt szokott lenni, hogy az alapadagolás az azt jelenti, hogy edzés előtt fél órával, meg között meg csak elfogyasztani. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha ugye én azért szeretek többek között sportolókkal dolgozni, mert ők nagyon jól ismerik a szervezetüket, a testük reakcióit, és abszolút meggyőző és teljesen reális képet tudnak arról, hogy mondjuk egy készítmény, vagy egy táplálkozás, vagy egy bármi, egy étel, vagy egy ital, jó nekik, vagy nem jó. Egy ilyen szóval, hogy jó nekik, nem érdekezett tőle semmit, és nem jó. Hát ez a kategóriák, és úgy csinálat szóval, hogy egyik rendje, aki elmondta, hogy nekik az egyik nem is jó. Úgyhogy adagolása kapcsolatban, de kétféle létezik, vagy többféle is létezhet. Tehát mondjuk az egyik az, hogy ugye napi két tasokat jelent, mint szóltam versenyidőszakban, versenyidőszakban nyilván több is, de ez azt jelenti, hogy a edzés előtt verseny fél órával egy tasak, és akkor a verseny után ezt említettem.
Jó, na most a következő ábra ugye az egy viszonylag új, tehát itt új, újabb az előzőkhöz képest, tehát ugye a közelmúltban fejeződve ez egy megfigyeléses tapasztalatszinten alapú vizsgálat. Ugye én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan eltehetjük jövő hétre, én már ebben most nem kezdenék bele, mert ezek azért elég súlyosabb témák ahhoz, hogy ezeket elkerüljük, vagy valamiféle megoldást találjuk rájuk. Úgyhogy ezt nekem is most gyakorlatilag ilyen formán nem szeretnék belekezdeni, mert akkor ez így nagy kerek egész nem van a jövő hétre. Igen, hogyha valaki meg eszett jönni erre a vizsgálatra, akkor felhívj engem egy számon, és akkor nem tudjuk beszélni az időpontot. Jó, hát elég az, hogy mit tudom. Mivel tapasztalatom, hogy a bőr van az, hogy ilyen szép, akkor esem az is tudom. Ezt lehet, hogy is mondjuk megszerti jelentőt. Ez ő egy problémát már nem tudom, és ahogy is kolitis ulcer, nem a kolitis ulcer ulza. Hát most egy két ugyanás jelent, vagy tapasztalat van. Jó, úgyhogy akkor én most akkor ezzel, és akkor utána részletet is átveszünk a legközelebbi alkalmat, a kérdő csütörtökön. És akkor ugye ezzel a mai napot be is fejezném. Hát nagyon szépen köszönöm a érdeklődést. És további szép napot kívánok mindenkinek. Vigyázzanak magukról a viszontlátásra, viszonthallásra.